Csalogatóak a hosszabb időre üresen hagyott lakások a betörők számára, főleg ha az interneten még nagy dobra is verjük, hogy jó darabig nem leszünk otthon. Nem árt résen lenni nyáron, a strandokon sem. A tömegben ugyanis könnyebben lopás áldozatai lehetünk. Könnyű prédát jelentenek a tolvajoknak a magukra hagyott táskák a zsúfolt strandokon. Amíg mi a medencében pancsolunk, a bűnözők észrevétlenül is elemelhetik őket. Érdemes tehát szem előtt tartani csomagjainkat, ám ez nem mindig megoldható. A legjobb módszer, amit tehetünk a nyár egyik legtipikusabb szezonális bűncselekménye ellen, a megelőzés. A legfontosabb, hogy ne is vigyünk magunkkal nagyértékű dolgokat a fürdőzéshez. Ha mégis megtörténik a baj, fontos, hogy mielőbb szóljunk a rendőrségnek. A nyíregyházi egyenruhások dolgát egyébként idén-nyáron is segítik közösségi szolgálatukat teljesítő diákok a Turiszpolisz keretében. Ami jó hír, hogy a prevenciós kampányoknak köszönhetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is évek óta javuló tendencia mutatkozik a lopások számának tekintetében. Vendégünk a stúdióban dr. Kovács Attila, a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának osztályvezetője. Jellemző az, hogy tényleg a strandon gyakran lopnak? Hát szerencsére egyre kevésbé. A korábbi évekhez képest valóban az a tendencia, hogy folyamatosan csökken a bűncselekmények száma a strandokon. Ez részben a rendőrségnek is köszönhető, hiszen a prevenciós tevékenység elég komoly ezen a területen. De én azt gondolom egyébként... Prevenciós tevékenység alatt mit ért? A rendőri jelenlétet? Ez sok oldalú, hiszen átfogó az egész. Nyilván a bűnmegelőző szakemberek folytatnak a tevékenységet iskolákban, idősek otthonában. Gyakorlatilag minden ember próbálnak, lakos próbálnak megszólítani, hogy hogyan kell strandon úgy mozogni, szórakozni, pihenni, hogy ne legyen bűncselekmény áldozata senki sem. Tehát van egy ilyen része, a maga a prevenciós tevékenység, a másik, ami ebből következik, az pedig az, hogy én azt gondolom, hogy az állampolgárok sokkal tudatosabban pihennek. Én úgy gondolom, hogy megtesznek sokkal többet annak érdekében, hogy ne legyenek semmiféle bűncselekmény áldozatai. Tehát akkor nem takarják le a pokróccal az értékeiket. Tehát most járok strandra, és szerint ezért jellemző még mindig. De talán többet pillantanak rá. Egyébként ezzel kapcsolatban az a hasznos tanács a rendőrségnek, hogyha tehetik, akkor értékmegőrzőt használjanak mindenféleképpen. Nyilván nem célszerű túl nagy értéket vinni egy strandra, lehetőség szerint annyi készpénzt vigyenek, amelyet el is fognak költeni. És egyébként valóban annak van értelme, hogyha nincs értékmegőrző, vagy nincs rá lehetőség, akkor időnként rátekintenek az értékeikre, hogyha többen mennek, akkor valaki esetleg ott marad a pokróc környékén, és odafigyel. És strandi lopás esetén miért nem könnyű a nyomozás? Hát nyilván nem könnyű, mert az emberek pihennek, és egyébként sokszor az emberek nem figyelnek egymásra. Ilyen helyzetben még kevésbé jellemző ez. Tanúk nem nagyon vannak, értelemszerűen kamerafelvétel a fürdőző környékében nem található, éppen ez megnehezíti a dolgokat. De alapvetően azt tudom jelenteni ezzel kapcsolatban, hogy tény is való, csökkent a bűncselekmények száma, nincs könnyű helyzetben a rendőrség, de egyébként azokat a néha előforduló bűncselekményeket, amelyek a strandokon előfordulnak, azt azért az előbb-utóbb az elkövetett rendőrség mindig beazonosítja és elfogja. A Turiszpolisz hogyan segít? A Turiszpolisz egy nagyon jó kezdeményezés egyébként a rendőrségnek is, az állampolgároknak és az abban résztvevő közösségi szolgáltatót ellátó diákoknak is. Ez azért segít, mert ez egyfajta lehetőség arra, hogy a rendőrség közvetlen kapcsolatba kerüljön az állampolgárokkal, a pihenni vágyókkal. Ilyen Nyíregyházán, ugye a Sóstó gyógyfürdőn, illetve Vásárosnaményban a Gergely Ugonyai Tiszaparton működik ez a szolgáltatás a rendőrségnek. A diákoknak azért jó, mert közösségi szolgáltként ezt egyrészt el tudják számolni, másfelől picit betekintést nyernek a rendőrség működésébe, és tényleg hasznosan tudják ezt eltölteni. Az állampolgárok pedig praktikus tanácsokat tudnak kapni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehet pihenni. Egyébként általánosságban is, hogy mit kellene tenni adott esetben. Nem is biztos, hogy a strandoláshoz köthetően, hanem általában vagy vagyonvédelmi tanácsokat kaphatnak, hogy egyszerűen csak felvilágosítást a rendőrség részéről. Apropó vagyonvédelem, ilyenkor nyáron megnövekszik a betöréses vagy a besurranásos tolvajlások száma? Ha a regisztrált bűncselekményeket nézik, akkor ebbe is azt tudom mondani, hogy csökken. Ez is egy csökkenő tendencia. Egyébként az országos átlaghoz ezzel abszolút... De ha éves szintet mérünk, nem évről évre nyáron? Nem emelkedik meg jobban, csak talán bosszantó bűncselekmények vannak az év ezen időszakában. Igazából nyilvánvalóan a családok ilyenkor elmennek pihenni, és magára hagyják a lakásokat a benne lévő értékekkel együtt. A hasznos tanács ezzel összefüggésben a rendőrség részéről az, hogy lehetőség szerint a szomszédokkal legyen jó kapcsolat kialakítva,
nézzenek rá a lakásra, nézzenek rá a családi házra, a kertre, a postaláda kulcsát célszerű adni a szomszédnak, hogy gyűjtse ki időnként, ne legyen hívogató a postaláda, hogy tele van különböző levelekkel, és ebből lehet következtetni arra, hogy nincsenek odahaza a tulajdonosok. Amit említett a felvezetésben, hogy az interneten történő publikáció közösségi oldalak használatát, igen, ezt mindig fel szoktuk hívni erre a figyelmet, hiszen ez évről évre azért előfordul, hogy valaki jó előre kiposztolja, hogy egy hét múlva már nem leszek itthon, és két hétig Horvátországban vagyunk, ami hívogató lehet nyilván a betörők részére. Egyébként is óva inti a rendőrség a lakosokat attól, hogy a lakás belsejéről, az értékekről, azt, hogy most új ékszert kapott valaki, vagy új porcelán készlete van, vagy valamilyen új híradástechnikai eszköze van, ezt ne posztoljuk ki. Most a vakációval kapcsolatban pedig nyilván értelemszerűen, ha majd hazajött a nyaralásból, akkor ki lehet írni, ki lehet posztolni, hogy milyen jó volt, meg merre voltak, de ez nyilván lehetőséget biztosít arra, hogy valaki tudomást szerezzen arról, hogy nincsenek otthon a hazaiak. Akkor is könnyen be tudnak lógni, hogyha a háziak a kertben vannak. Így van, ez a klasszikus besorolási lopás. Igen, ez is elő szokott fordulni nyári időszakban, faluhelyen és városban is egyaránt. Ugye hasznos tanács mindenféleképpen, hogyha valakinek mondjuk olyan ingatlana van, olyan lakása van, ami az utcára nyílik és az ablakon be lehet mászni, akkor a szellőztetés időt leszámítva ne hagyja nyitva. A szúnyogháló nem véd egyébként a betörőtől, hogy zárják be. Az előtérben akár lakás, akár családi ház ne tároljanak értékeket, olyan okmányokat, amelyekre szükség lehet, személyes kapcsolódóakat. A kertes házaknál a gondozat legyen lehetőség szerint a kert, és hogyha valaki esetleg mozog, akkor ki tudja szújni az utcáról, akár a szomszéd, akár bárki más ismerős, hogy idegenek tartózkodnak. Ezek olyan tanácsok, amelyek viszonylag ilyen triviálisnak tűnnek, de sokszor ezek a legbosszantóbbak a bűncselekmények elkövetése szempontjából. És ráadásul át is ejthetnek bizonyos korosztályokat, főként a gyerekeket, illetve az időseket. Igen, ugye? Ez egy prioritás a rendőrség bűnmegelőzési vonatkozásában, tehát a gyermek és fiatalkorúak és az idősek. Itt mik szoktak előfordulni? Hát nyilvánvalóan különböző trükkös tolvajokról tudunk beszélni, akik különböző álhírrel vagy valamilyen legendával bekerülnek az ingatlanba, bejutnak, és ott tulajdonítok el általában készpénz, de akármi más, aminek értéke van. Ezek lehetnek házaluárusok, ezek lehetnek, hogy csak egy pohár vizet kérezkednek be, ketten-hárman vannak egyébként, tehát csapatban dolgoznak, valamelyikük mindig elteli a figyelmet a nyugdíjasnak, vagy akár a gyermekkorúnak, és addig a másik megvalósítja a bűncselekményt, vagy az is lehet, hogy csak bejutnak a lakásba, egyfajta szemrevételezést végeznek, majd később valamilyen történettel ismét visszatérnek, és akkor már nagyjából tudják, hogy mi merre van, és honnan érdemes esetleg bármit eltulajdonítani. Ebből is sok komoly munka van, de időről időre mindig van egy unokázós csalás, vagy olyan hasonló más ilyen bűncselekmény, amiből szerencsére nincs sok, de azt gondolom, hogy ez idősek sérelmére elkötött bűncselekmények, az tényleg a bűncselekménynek a legalját képezik. Házi riasztó rendszereket, hogyha bevezetünk, ez mennyire tud segíteni, illetve a kamera a későbbiekben mennyire tud bizonyító erővel bírni? Nyilván ezeknek komoly szerepük lehet, visszatartó ereje is lehet, akár felszerelni olyan kamerát is lehet, amely valójában nincs bekötve, de az elkövető azt látja, hogy ott villog egy ledes kamera, és akkor arra következtethet, hogy ennek már valamilyen szerepe van. Nyilvánvalóan új intézkedéseket tehetnek az állampolgárok, és a tapasztalatunk az, hogy tesznek is sokat a vagyonvédelmük érdekében. Ma már a riasztó rendszerek viszonylag normális áron hozzáférhetőek, és vásárolják is a lakosok. Olyan ajtókat tesznek biztonsági zárral felszerelve, amelyek már régebben ugye jellemző volt, hogy dizájnos volt az ajtó, de nagyon hamar be lehetett törni, ma már azért biztonsági zárral el van látva, tehát nagyon sokat tehetnek a lakosok annak érdekében, hogy biztonságban legyenek. Fontos dolog egyébként, hogyha mégis valaki bűncselekmény sértettjévé válik, akkor, és azt tapasztalja, hogy valamit eltulajdítottak az ingatlanból, akkor ne fogdossa össze a helyszínt, ne kezdjen elvégezni mindenféle kutatásokat, hiszen ezzel értékes nyomokat lehet elveszíteni, amelyeket a felderítés során a kollégák fel tudnának egyébként használni. A nyár a fesztivál szezon ideje is, hát az egy dolog, hogy elmegyünk egy fizetős fesztiválra, de azért olyan is van, hogy egy adott belvárosban, például Nyíregyházán is rendeznek fesztivált, majdan, és hát ilyenkor azért előfordulhatnak problémák, például ugye zsebesek, az egy dolog, de még ugye a drog használat is, nekem az italomba is csempészetnek úgy drogot, hogy nem tudok róla, ugye? Tehát, hogy azért ilyenre is oda kell figyelni. Külön kell használni a vagyonvédelmi részét. Én azt gondolom, hogy a fesztivál is egy olyan kategória a rendezvényeknek, ahol csak azt az annyi értéket kell vinni, ami nagyon fontos. Tehát nagy értékű laptopot, tabletet, ha még a több napra is megyünk, teljesen fölösleges vinni egy fesztiválra. Készpénzt, amennyit tudjuk, hogy el fogunk költeni, annál többet teljesen fölösleges. Ugye a hölgyek, lányok rendszeresen visznek különböző kézitáskákat, ezzel kapcsolatban tanács az, hogy cipzár az ezekbe, és lehetőleg a testőrzetében legyen. Sokan hátizsák
diákkal mennek fesztiválra, nyilván ez is legyen becipzározva, és lehetőség szerint maguk előtt hordják a fiatalok. Ez a vagyonvédelmi része, farzsebben nyilván ne legyen mobiltelefon, pénztárca, ezt mindig hangsúlyozzuk. Ezek minimális odafigyeléssel komoly kellemetlenséget lehet elkerülni. A másik része, amiről szó volt, az pedig a drog és alkohol és más ilyen fokozószereknek a használata. Nyilván egy kulturált alkoholfogyasztás elvileg létezik Magyarországon is. Tudjuk, hogy a fiatalok, tehát nem mondjuk naiv, tudjuk, hogy a fiatalok nem várják meg a 18 éves kort és alkoholt fogyasztanak hamarabb. Ezzel kapcsolatban jó tanács az viszont, hogy ha többen mennek szórakozni, akkor figyeljenek egymásra. Ha tudják azt, hogy valamelyikük a közösségből kevésbé bírja az alkoholt, akkor szóljanak neki, ne hagyják, hogy lerészegedjen. Ha pedig mégis valaki lerészegedik, akkor az embert hátra nem hagyunk elmondat, tehát ne hagyják magára, hiszen bűncselekménynek lehet az áldozata. Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében egyébként a fesztiválokon a drog, mint olyan, nem vonnék párhuzamot más nagy fesztiválokkal az országban, tehát nálunk sokkal jobb az arány. Ugye, ami felmerült, itt a ginnáról szoktak sokan beszélni, hogy amit belehelyeznek, belecsempésznek a különböző italokba. Hát nyilvánvalóan azért körültekintésekkel fogyasztani alkoholt, vagy bármilyen más italt, elsőben a hölgyek vannak veszélybe. Hát meg kell nézni, hogy a poharat folyamatosan figyelembe kell kísérni, hogy esetleg nem történik vele valamit, nem kellene. Ezek olyan dolgok, amelyeket a rendőrség hát folyamatosan... A pohár használat is. A használat, nyilván pohár használatát. Igen, nagyon komoly felvilágosító kampány van ezzel kapcsolatban a rendőrség részéről. A fiatalok körében már jó előre az iskolákban és különböző közösségi helyeken próbáljuk felkészíteni, hogy mit lehet tenni ilyen esetekben, hogyan lehet elkerülni, hogyan ne kerüljön senki ilyen helyzetbe. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm.